Én szeretnék neked egy olyan meditációt tartani, ahol rájöztök arra, hogy ti tudtok meditálni. Mindenki azon panaszkodik nekem, Gunagria, nem tudom leállítani a gondolatokat. És akkor nem tudok meditálni. De én azt mondom, fordítva. Egyszer meditálj, utána fog leállni a gondolat. Na ez hogy jön össze? Ez úgy jön össze, hogy minden isteni gondolat, minden gondolat, amely minket kiterjeszt, amellyel a csendben vagy, és isteni dolgokra gondolsz, az meditáció. A meditáció nem azt jelenti, hogy én most 15 percet csendbe ülök, értelem nélkül, hanem azt jelenti, hogy egész nap pozitív gondolataim vannak, olyan gondolataim, amelyek kiterjesztenek, amelyet békét hoznak az életemben. Az ilyen gondolatok úgy, mint a szeretet, a béke, a barátság, a tágosság, és ezek azok, amelyekkel mi kellene foglalkoznunk. Úgyhogy persze, ha szeretetre meditálsz, vagy ha szereteten gondolkozol a csendben, akkor soha se a saját szeretetedet vedd, hogy te kit szeretsz, meg kit nem szeretsz. Hanem az isteni szeretetről van szó. Arról a szeretetről, amely kiterjed és megtanít minket, hogy az egész világ a mi szeretettünk. És nem csak a szeretetteink szeretettek, hanem mindenki valakinek a szeretetje. És ezt valahol össze kell vonni. És ha már így gondolkodunk, akkor egyből más tudatban vagyunk, boldogabbak vagyunk, és jobban működik minden az életünkben. Azt gondoltam, hogy üljetek egyenes háttal a széken, tenyereket mindig fölfele tartva helyezzük a lábunkra, vagy a szívünkre, a mellkasunk közepére felül. Spiritualitásban van egy varázs szó, a tágasság. A tágassággal minden probléma megoldható. Ha beléd jön egy rossz gondolat, egy rossz érzés felakad, akkor kezd tágítani azt. Megpróbálod kitágítani a minél nagyobbra. Kitágol, hogy az egész várost lepi, a földet magába foglalja, aztán föl a holdig, és ki a naprendszer, meg az univerzumba. De ilyen sokáig nem tudod vinni. Te azt hinnéd, hogy a tágasság, ha rosszat tágítod, megnő. De amikor a rosszat tágítjuk, szétpukkan, mint a szappan buborék. Semmi rossz nem tud tágulni. A tágassággal minden negatív dolog megszüntethető. Ezért a meditációdban ne félj a gondolatoktól. Tágítsd ki őket. Ezt napközben is használhatod, ha nem tudsz megszabadulni egy-egy bosszantó dologtól, gondolattól. Tehát mindig a tágasságban próbálj élni. A meditáció nem más, mint a tágasságra való összpontosítás.
ezt az egy dolgot követed, akkor soha nincs gondod, hogy a meditáció nem működik. Mert a tágasság mindig a te barátod és támogatód. Ha gondolkodnod kell a meditációban, akkor gondolj például arra, hogy az egész világ barátságban él. Őszinte, szeretetteljes barátságban. És ezt a barátságot gondold végig, ahogy terjed emberről emberre, családról családra, helységről helységre, országról országra. És az őszinte, szeretetteljes barátság ellepi a Földet. A meditációnak ez a helyes iránya. A meditációnk a terjedéssel beengedi a végtelent ide belém a végesbe. Összekapcsol az egyéni életemet a végtelen életemmel. Gondolj arra, hogy minden élőlény annyira szeretetre méltó, mint akiket te igazán közel állónak és szeretett érdemesnek találsz. Mindenkit szeret valaki. Sokszor ez az ítélkező értelmünknek hihetetlennek tűnik. Mindenkit szeret valaki, és mindenki szeret valakit. Szeretet nélkül nincsen élőlény a Földön. És te ebbe kapaszkodj bele. Ne abba, amit mutatni tud valaki, hanem a mélységében ő a szeretet. Mosolyog, és képzeld, ahogy terjed a szeretet. Emberről emberre, családról családra, városról városra, és mindenki csak szeret. Az egész Föld szeret. Mosolyog, mert a mosolyod kibírja vinni az egész világegyetembe a szeretetet. Képzeld el, hogy a mosolyod terjed, terjed, és az egy energiahullám, ami nem áll meg, sehol nem áll meg. Gondolj arra, hogy nagyon szereted a csendet. Mert a csendben van a béke. Békében van a világ elfogadása. A csendben van az erő. Az az erő, amiből születtünk. Az az erő, ahová visszatérünk. Az az erő, ami végtelen. Ezzel a csendben tudunk összekapcsolódni. Amikor kimegyünk a zaj világába,
ebből az erőből nagyon keveset tudunk vinni. Ha megtanuljuk a csendet, erősek leszünk. És a csend tud terjedni. Mindig terjedni. És miközben a csendben terjedek, azt mondom magamban, hogy én a tágasság vagyok. Én a tágasság vagyok. Én a végtelen tágasság vagyok. Ne félj tőle. Nem fog bántani. Tágasság csak örömet fog neked hozni, felszabadít. A csend és a tágasság nem más, mint a legfelsőbb, akit Istennek nevezünk. Gondolj arra, hogy ő lát téged, és hall téged, és mindig rád gondol. Gondolj arra, hogy ő személyesen ismer téged. Személyesen ismer téged, és tud téged. És ez garantált, mert benned lakik. Közelebb van hozzád, mint az Úrod hegye. Ő a végtelen tágasság bennem lakik. Ha dolgozom, ha megyek valahova, ha mindig érzed, hogy veled van, hall és lát téged. Nézd meg, hogy milyen más az életed. Próbáld ki. Az egyetlen, aki nem hagy cserbe, a mindenható. Ha Istenhez kötődsz, akkor az egyetlen fájdalommentes kötődést gyakorlod. Egyéb mindenből problémánk születik. Soha ne gondolj Istenre, mind a végtelen előre, mind a mindenhatóra, ami a legkisebb erejével is bármit szét tud törni, vagy építeni, vagy teremteni. Ne! Istenre soha ne gondolj, mint erőre. Istenre úgy gondolj, hogy ő a szeretet. A végtelen szeretet, a feltétel nélküli szeretet, aki szereti önmagát, mert csak szeretet, szeret téged, mert te a része vagy. Ez igazából Isten. Ha Isten, mint szeretettel közelíted meg, és szeretetnek tekinted, akkor csodálatos lesz az életed. Meditációban nem szükséges behuny szemmel lennünk. Mindezt, amit elmondtam, meditálhatod nyitott szemmel. A nyitott szemmel való meditáció hozza neked a legtöbbet,
ami a mindennapi gyakorlati életed átalakítását illeti. Én ülök nyitott szemmel, nézem a mesteremet, és csak a szívemben érzek, vagyok. És ha valami bejön, akkor megyek a tágasságba, és viszem azt is magammal a tágasság. De végig nyitott szemmel. A meditáció éberség. A meditáció megtanít minket éberen. A világban isteni módon cselekedni. Nappali álmodozásuk, különböző fényeknek a látása nem szükséges. Egyáltalán nem szükséges ahhoz, hogy boldog, beteljesedett életünk legyen. A meditáció nem egy lazító gyakorlat. A meditáció éberség lecke. Csak így tudjuk összekapcsolni belső-külső világunkat, és megtanulni az önuralmat. A csend. A meditáció a csend nyelve. És ha gondolataidat irányítod a tágasságra, vagy tágasságot sugalló fogalmakra, akkor a meditációba beáll a csend, és beszél. A csend nagyon halkan beszél. Ezért a csendet csak a csendben tudjuk hallani. A csend nem csak hallgat, a csend meghallgat. Ha csendbe vagy, átveszi a rezgésedet, a problémáidat. És nem csak átveszi, a csend megoldja az életünk gondjait. A csend maga gondviselés. Minél inkább élünk vele, annál védettebbek vagyunk, és lelkileg ápoltabbak. A csend nem csak beszél. Tudd meg, hogy a csend teremtő erő, amit ha magadban megengedsz, és magadnak megengedsz, egy új életet terem számodra, egy gondtalan boldogságot, amire oly régóta vágysz. Thank you.